Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Ézsaiás könyve 40. fejezet első két versét idéztem, ez egyben egy óriási kezdet is. Ézsaiás könyve két részből áll, mint oly sok nagy bibliai könyv, például Mózes első könyve is két részből áll, az elsőt 11-12 fejezet után jön, az őstörténet után, Ábrahám kiválasztásával már a zsidóság története. És ugyanígy Ézsaiás könyve is az első 39 fejezetében sok minden világ történelmi dologról, környező népek eseteiről, persze a választott nép dolgairól is beszél, de utána a 40. fejezettől már így szokták nevezni a könyvnek ezt a második részét, hogy a vigasztalások könyve. Mert itt egy népet akar vigasztalni. Lehet egy népet vigasztalni? Hát sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy egyes embereket talán lehet vigasztalni, ha nem annyira vigasztalhatatlanok, hogy beütik a, becsukják a fülüket és behunják a szemüket, hanem van még odafigyelés az egyes emberekben. De lehet egy népet vigasztalni? Visszaemlékezem a 31 néhány évvel ezelőtti történetre, éppen Mosonmagyaróváron a fogorvosomnál voltam, és arról beszélt ott a kezelésem közben, hogy nézze, én most már embernek érzem magamat, mert hát mi valami jót is tettünk, átengedtük ezeket a keletnémeteket, hogy menjenek Ausztrián át Nyugat-Németországba. Most már magyarnak érezhetem magamat, hogy nem egy sunyi, meg nem egy ilyen, nem is tudom milyen nép vagyunk, hanem egy bátor, másokat segítő nép vagyunk. Hát sokakat vigasztalt ez a tudat, hogy a történelmünk egy bizonyos pontján, ha rövid szakaszában is, de valami jót tettünk, valami fölemelő dolgot tettünk. Ez vigasztaló jelenség, egy egész népet is, aki csak odafigyel, persze hát nem 100% soha nem figyel oda semmire, még a legnagyobb jóra se figyel oda a 100%, de hát mondjuk, ha talán csak a kétharmada, nagyobb rész odafigyel már, az is azt mondhatjuk, hogy hát milyen vigasztaló dolog ez, hogyha valaki tesz valamit egy nép előtt, egy példát ad. A példaadás, hiszen szemlélés által változunk el, mondja Ellen White, és micsoda nagy kijelentés ez, hogy amit szemlélünk, amit látunk, ami szintiszta jelenség, ami vigasztaló jelenség, az képes megváltoztatni bennünket. Vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Mert bűnei megbocsátattak. Mert ha kétszeresen is sújtottam őket, de volt eredménye ennek. Nyilván a jövendőkre vonatkozó kijelentés, mert Ézsaiás korában a zsidó nép nem sok jelét mutatta annak, hogy megváltozik. Aztán Jeremiás korában be kellett jelenteni néhány évtizeddel később, hogy sajnos a fogság elkerülhetetlenül 70 éves lesz, nem rövidebb, 70 éves fogság. És aztán vigasztalni kellett a népet, hogy ott a fogságban ne az ellenségeskedés szítsátok az elnyomóitokkal szemben, hanem dolgozzatok annak a városnak a jólétén, mert az ő jóléte lesz a ti jólétetek is, ahogy Jeremiásnál olvashatjuk Isten üzenetét. Isten mindig vigasztalta a népet, ezért küldött prófétákat. A proféták rámutattak a nép hibáira, a vezetők meg a nép kölcsönös hibáira és bűneire, de mindig vigasztalták a népet, hogy tekintsetek föl, hogy én az Úrra nézek, mondta Mikás, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Fölfelé tekintsünk, nem magunkra, nem másokra oldalvást, hanem fölfelé az Istenre. És Isten mindig megvigasztal. A Biblia egy mondatának elolvasása már erőt ad, vigasztalást. Hát még ha fejezeteket, hát még ha egész könyveket olvasunk, és hétről hétre gazdagodunk az isteni beszéd csodálatos erejében,
vigasztaljátok népemet, és vigasztaljátok egymás te beszédekkel. Olvastuk már Pál Tesszalonika beliekhez intézett többszörös üzeneteit. Nagyon nagy jelentősége van annak, ha tömegek előtt beszélünk, ha sokaság előtt szólunk. Soha ne hiányozzék a beszédünkből a vigasztalás. Vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek.